Napjainkban meghatározó figyelmet kapnak a nem belső égésű motorral hajtott járművek, így az elektromos autók is. Azt már kevesen tudják, hogy közlekedés történeti szempontból legalább olyan régre nyúlik az eredete, mint az első benzines vagy dízelhajtású személygépjárműnek. Ebben a videóban most a villanyautózás történetét fogom ismertetni. Tartsatok velem! Miközben a gőzhajtású járművek helyébe a feltalálók sorra igyekezték megtalálni a legjobb módját egy-egy korszerűbb belső égésű motorral szerelt automobil megépítéséhez, addig az 1830-as évekre megjelent egy vezethető alternatíva, aminek üzemanyagát az elektromosságban keresték. Már Benjamin Franklin volt az az amerikai feltaláló, aki először lejegyezte elméletben egy elektromos autó működését. A 19. század elején sokakat foglalkoztatott ez a gondolat, köztük a magyar Jedlik Ányost, aki 1828-ban egy kezdetleges villanymotort alkotott, amit villámdelejes forgonynak hívott, ami egy egyenáramú gép volt. Ezt az eszközt egy kisméretű modellbe építette bele, és ezen keresztül igazolni tudta, hogy az általa épített villanymotor képes lenne egy önjáró kocsi hajtását biztosítani, vagyis akár hintókat mozgathatna anélkül, hogy a lovakat kéne befogni elé. Hasonló elveken épített egy kicsi modellt Sebrandus Stratting professzor 1835-ben, aki primer akkumulátorral oldotta meg a villanymotor áramellátását. Ezt az energiahordozót nem lehetett újra tölteni. Újbóli használathoz cserélni kellett. Az első elektromos járművet 1832 és 1839 között alkotta meg Robert Anderson skót feltaláló. A jármű energiahordozója egy primer akkumulátor volt, 1859-ben az ólomsavas akkumulátor feltalálásával Gaston Planet új irányt adott. 1881-re már nagyobb teljesítményű változatokat tudtak belőle készíteni, amik meg tudták alapozni az elektromos járművek elkészítését. Gustave Trouvé 1881-ben mutatta be a Párizsi Elektromosság konferencián a saját elektromos járművét. Találmányában egy Siemens villanymotor volt, amit egy Jim Starley által épített triciklibe szerelt be és azt alakította át. Ennek a sikernek a hatására Werner von Siemens kigondolta, hogy forradalmasítja a tömegközlekedést, és 1882-ben a vállalata legyártotta a világ első trolibuszait Berlinben, amiket eleinte elektromóténak neveztek. 1884-ben Thomas Parker angol villamosmérnök elkészítette a saját elektromos járgányát Wolverhamptonban, ami hajtását szintén az elektromosságnak köszönhette. Az egész járművet maga tervezte, modellezte, és ez már nagy teljesítményű újra tölthető akkumulátorral közlekedett. Parker azért készítette ezt az autóféleséget, mert aggódott London szennyezettsége miatt. Az iparosodás következtében a gyárak és a belső égésű motorokkal rendelkező automobilok füsttel lepték el az utcákat. Az angol tömegközlekedés végül az ő elgondolásából alakult ki 1882-ben, az első londoni villamosok elindításával. Andreas Flocken találta fel 1888-ban az elektromos autóját, és saját maga után nevezte el Flocken Elektrowagennek. Számos történész kutató ezt a modellt tartja az első elektromos autónak. Flocken az autót eredetileg egy hintóból építette meg, ami sokban hasonlított a Daimler által készített motorizált kocsira, amit már 1886-ban feltalált Gottlieb Daimler. A különbség mindössze annyi, hogy a Flocken Elektrowagent villanymotor hajtotta. Eleinte egy fémvázas változatot akart csinálni, de az egy lóerős motor nem igazán tudta elfogadható mértékben mozgásra bírni a szerkezetet, így maradt a fából készült hintó motorizálásánál. A villanymotor a hátsó tengelyt bírta mozgásra bőrszíjak segítségével. A jármű végsebessége mindössze 15 km/h volt, és a teljes súlya elérte a 400 kg-ot. Flocken ebből a típusból később készített több személyes változatokat is, de a vállalkozása végül 1903-ban a megnövekedett konkurenseknek köszönhetően leáldozott. Az elektromos autózás a 20. század elejére egy olyan közlekedési alternatíva volt, ami lehetővé tette a kényelmesebb és könnyebb részvételt a városi forgalomban. Míg egy belső égésű autót beindítani ebben az időben több előkészületet, időt, fizikai erőlétet igényelt, az autó elejére helyezett forgatókarral, egy elektromos autónál ilyesmire nem volt szükség. Ott akkumulátorról áram alá helyezték az autót, és már közlekedhettek is vele. Az 1900-as évekre ezért adtak el belőle a világon már 30 ezret, és a tulajdonosaik főleg nők voltak, akiknek így nem volt szükségük külön sofőrre.
1897-től Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban a taxisok használtak először elektromos autókat, elsősorban a villanyautó márkák reklámozása miatt, de mellette rengeteg időt megspóroltak azzal, hogy hosszabb állás után azonnal el tudtak indulni, míg a belső égési motorokat újraindulásra kellett bírni. Londonban Walter Berzi elektromos taxikocsijai voltak az első önjáró járművek, amiket nem lovak húztak. Berzi taxia majdnem 20 km/h végsebességgel rendelkezett. Teljesítménye 3,5 és 8 lóerő között mozgott, de más feljegyzések szerint a tényleges teljesítménye 2,2 kW volt. 40 darab rácslemezes feltöltött akkumulátor adta az energiát, amik 170 amperórányi töltéssel rendelkeztek, és több mint 700 kg-ot nyomtak. Az akkumulátorokat minden beszerelés előtt Berziék egy saját gyártású rázógépbe helyezték, hogy meggyőződjenek az akkumulátorok biztonságáról. Azt ellenőrizték, hogy közlekedés közben nem fognak esetleg megsérülni az úton való rázkódás következtében. A fék egy olyan lábpedál volt, amit ha a sofőr megnyomott, akkor megszakította az áramkört, ami a jármű közlekedését biztosította. A taxikocsi hatótávja 48 és 56 km között lehetett, ami bőven elég volt egy teljes napi taxizás ellátására. A sofőr az autó orrában helyezkedett el és onnan vezetett, mint egy hintón. Ez nem is véletlen, hiszen egy lovaskocsis céggel gyártották le a jármű alapjait, amit Berzinek csak motorizálni kellett. Az utasok pedig egy fedett kabinban utaztak. A teljes autó 2 tonna súlyt nyomott és 1899-ig biztosította a közlekedést Londonban. A közbeszédben ezeket a taxikat csak kolibriknek nevezték a sárga-fekete színük és a motor süvítő hangja miatt. A legtöbb, amire panaszkodtak, az a beltéri világítás, mivel éjszakai be- és kiszállásnál az utasok nem látták, hogy hova lépnek, ráadásul a kocsi súlyát a kerekek nehezen bírták, ami gyakran vezetett balesetekhez. A gyorsulása elmaradt jóval a lovaskocsiktól, így nem is vették szívesen igénybe az emberek, ha siettek. A kerekek a súly miatt hamar rossz állapotba kerültek, és ilyenkor a kocsik jobban rázkódtak, az üvegablakos kabin nagyon hangosan zörgött, emiatt a cég 1899-ben be is zárt, mert túl veszteséges volt az akkumulátor és a kerékcsere. 1890-ben jelent meg az első elektromos autó az USA-ban, amit William Morrison talált fel. A kocsi egy 6 személyes kabinból állt és elérte a 23 km/h végsebességet. Az elektromos tricikli megjelenésével és annak olcsóságával a Morrison-féle autó nagyon hamar leáldozott. Henry G. Morris és Pedro G. Salom 1894-ben alkották meg az első autóútra tervezett elektromos autót az USA-ban, ami már nem csupán városi közlekedésre volt alkalmas. Az első változat túl lassú és túl nehéz volt, az akkumulátorok súlya miatt egyszerűen képtelen volt megfelelő sebességgel részt venni a forgalomban. Ez az első változat az Electrobat nevet kapta, ami az Electronic és az Acrobat kifejezések ötvözéséből jött létre. Ezzel akarták kifejezni, hogy a kocsi elektromos hajtású és jól mozog. Utóbbi nem igazán érvényesült. A második változat az Electrobat 2 nevet kapta, és 1895-től kezdték meg a gyártását. A kocsi szerkezete jóval könnyebb volt, pneumatikus kerekeket kapott. A különlegessége, hogy a hátsó kerekei kisebbek voltak, és azokat lehetett kormányozni. 1,1 kW-os villanymotor hajtotta, és 40 km-es hatótávra volt képes 32 km/h végsebességgel. Ebből a típusból taxikat is készítettek a keleti parti nagyvárosokba, amikben az utasok ültek elől egy félig nyitott hintókabinban, míg hátul egy magas ülésen vezettek a sofőrök. Amerikában számos cég készített elektromos autókat a korszakban, és mindegyiknek az autóit azért vásárolták, mert jóval csendesebbek voltak a belső égésűeknél, és nem volt bennük sebességváltó, amit kapcsolni kellett volna. A korszakban az elektromos autók voltak ráadásul azok, amik szárazföldi sebességi rekordokat is felállítottak. Az utolsó ilyen 1899-ben történt. A francia kocsit az örök elégedetlen névre keresztelték, és elérte a 105,88 km/h. Villanymotor hajtotta, és Michelin gumikon gurult. Ferdinand Porsche alkotta meg az első összkerékhajtású elektromos autót. Mindegyik kereket egy-egy villanymotor hajtotta, és számos közlekedési rekordot állított fel. Az 1900-as évek elején a belső égési motorokat tovább fejlesztették, így lehetővé vált, hogy a benzines és a dízelautókat sokkal olcsóban előállítsák, és ezáltal az új autók ára is drasztikusan csökkent. Sokkal többet el tudtak adni az autókból, és a tömegtermelés tömeggyártás kialakulásával csak még könnyebbé vált az elkészítésük. A belső égési motoros kocsikat gyorsabban meg lehetett tölteni üzemanyaggal, és a nagyobb eladott számoknak köszönhetően több benzinkút működött, mint elektromos autó töltőállomás.
1912-ben az autózás megint csak nagyot ugrott, mikor megjelentek az önindítós motorral rendelkező autók, amik lecserélték a forgattyús mechanikát. Tehát a 20. század elején az elektromos autózás tehetős hóbortnak számított, ami elsősorban a tulajdonosa és sofőrje kényelmét szolgálta. Nem rázkodott a belső égési motorjától az egész autó, nem volt szaga, és közel sem volt olyan zajos, és még füstöt sem elregetett magából, menet közben pedig nem kellett sebességet váltani. A kifutó szériában levő gőzkocsiknak is ez volt az előnye, habár egy gőzhajtású járgánynál 45 perc kellett csak a kazán kellő befűtéséhez, hogy el lehessen vele indulni. Mivel a villanyautóknak a hatótávolsága volt a legnagyobb hátránya, ezért azokat főleg csak városi autóként használták, de a tehetősebb háztartások számára ez előnyt is jelentett, hiszen a városi közlekedésben mindig volt egy autó így, amit mindenféle technikai odafigyelés nélkül lehetett vezetni. Az 1900-as évek gyakorlatilag ezért volt még így is az elektromos autózás aranykora. Csak az USA-ban a forgalomban résztvevő autók 40%-a még így is gőzhajtású volt, 38%-uk viszont már elektromos, és csak 22%-uk volt benzines. Ez alapján bátran mondható, hogy az USA volt a korszakban a villanyautózás mekkája. Az 1910-es évekre a Standard Electric nevű villanyautó már Westinghouse villanymotorral működött, ami már 177 km-es hatótávot tudott. A vezetéséhez a sofőrnek egy kormányrudat kellett használnia, ami bal oldalon helyezkedett el. A kocsi 6 sebességes volt, és a végsebessége elérte a 32 km/órát. Készült belőle kupé és tető nélküli változat is. Már 1896-ban megfogalmazódott a gondolat, hogy a villanyautóipart feldobják egy új ötlettel. Le akarták küzdeni a korlátozott hatótávolságot, így az 1900-as évek végén a Hartford Electric Company volt az első, amelyik töltőállomásokat akart létrehozni, a General Vehicle Company akkumulátorainak szolgáltatásával. Ez a cég elsősorban a villanymotorhajtású teherautók számára akarta biztosítani, hogy ilyen töltőállomásokon a lemerült akkumulátort csak fogják és kicseréljék. A szolgáltatásért a fuvarozó cégnek fizetnie kellett, külön a villanyteherautó bérléséért, és külön a töltőállomás használatáért havi szervizköltségi díj formájában. Ezzel biztosították be, hogy a töltőállomás mindig törődni fog az előfizető ügyfél bérelt járművével, amit használnia kell a munkájához. Ez a szolgáltatás 1924-ig zavartalanul működött. 1917-ben Chicagóban a Milburn Wagon Company hasonló elvek alapján adott el saját elektromos autókat a vásárlóiknak, de akkumulátor nélkül, amit a töltőállomás rendszerükbe való csatlakozás esetében kaptak, hogy azt havidíj ellenében bármikor becserélhessék a cég töltőállomásain, amikor lemerül. New Yorkban az első világháború előtt még társultak is egymással a villanyautós vállalatok, hogy a régiót elárasszák járműveikkel és a környékben bárhol újra tudják tölteni az autókat az emberek. Az 1920-as évektől viszont az elektromos autók iránti érdeklődés rohamosan csökkenni kezdett, hiszen a belső égési motorokkal rendelkező autók olcsóbbá válása mellett világszinten bukkantak kőolaj lelőhelyekre, és egyre nagyobb mennyiségben tudtak üzemanyagot előállítani, meglehetősen olcsón. Így az emberek sokkal olcsóbban tudtak olyan autót venni, ami messzebbre vitte őket, és néhány perc alatt meg lehetett tankolni azt egy benzinkúton, ha fogytán volt az üzemanyagunk. Az önindító megjelenésével már fizikai erőlét sem kellett egy ilyen autó működésbe hozásához, csak a sebességváltásra kellett odafigyelni, ami nagy hatótávnál és nagy sebességnél már csak apróság, amit meg lehetett szokni. A villanyautóipar leszorult teljesen, és csak az 1923-ban megjelent targoncás kocsi esetében volt lehetősége az amerikaiaknak villanymotoros megoldást alkalmazni. A briteknél egyedül már csak a teljes kocsik voltak elektromosak, Magyarországon pedig a postakocsik egy része. Ennek köszönhetően a villanyautóipar az 1920-as évek végére teljesen eltűnt. A II. Világháború után a rövid gazdasági visszaesés miatt néhány helyen gondolkodtak elektromos autók fejlesztésén, de a kísérletek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, inkább az állami szférában dolgozók munkahelyi költségét igyekezték vele csökkenteni. Japánban 1947-től a repülőgépgyár például elektromos kisautót épített, amit Tamának neveztek. 1954-ben a golfklubok számára fejlesztettek ki kocsikat, amiknek elektromos hajtása volt és a mai napig meghatározta a sport esetében a pályán való lehetséges közlekedést. Az 1950-es évek végén tettek először kísérletet arra, hogy újra elektromos autót dobnak a piacra. A Henley Coach Works az Amerikai Egyesült Államokban végül 1959-ben hozta össze a lehetetlent, és egy Renault Dauphine karosszériába helyeztek villanymotort és akkumulátort. A járgányt Henley Kilowattnak keresztelték el,
és elérhető volt 36 és 72 volt feszültségű változatban. Utóbbi képes volt átlépni a 90 km/h sebességet. Viszont mivel kétszer annyiba került, mint az eredetije, az üzemanyaggal guruló Renault, ezért 1961-ben le is álltak a gyártásával. 1959-ben az American Motors Corporation gondolta ki, hogy olyan akkumulátorral szerelik fel a saját kísérleti elektromos autóikat, amiket fel lehet tölteni, de akár öntöltésre is képes lehet. 1960-ban megkezdte a cég egy teljesen műanyagból öntött karosszériával rendelkező villanyautó kifejlesztését. Az 1960-as évektől sorra jelentek meg tanulmányautók, amik lehetséges alternatívaként vetették fel újra az elektromos hajtást. Ezeknek jó része soha nem került forgalomba. Ilyen volt a Scottish Aviation Scamp, vagy a Chevrolet Corvair villanymotorral felszerelt változata a General Motors-tól, az Electrovair 1966-ban. Ezek még nikkel-kadmium akkumulátorosak voltak, de 1967-től az AMC már kísérletezett a jóval könnyebb lítium akkumulátorokkal, és kidolgoztak egy sebességkorlátozó rendszert, amivel korlátoznák a jármű végsebességét. Az NDK-ban, de még Magyarországon is folyt ezzel kapcsolatban kísérlet, a legismertebb a Magyar Posta részére biztosított Barkasz B1000-esekből készített elektromos buszok voltak, amikkel Budapesten vitték a feladott leveleket és csomagokat. Ezek a járgányok 55 km/h végsebességgel rendelkeztek, és 50-80 km-es hatótávval tudtak haladni. Viszont kétszer olyan nehezek voltak, mint az eredeti barkaszok. A postához ez a 10 busz két évnyi gyártás után került a flottába, amiket aztán néhány éven belül leselejteztek. Amint 1971-ben az Apollo 15 holdra szállásán kiderült, hogy egy elektromos hajtású holdjáró is részt vett, az űrversenyből fakadó technológiai érdeklődés hatására az automárkák sorra álltak elő időszakosan olyan ötletekkel, hogy a mindenkori benzines és dízeles autóik mellett tanulmányi célzattal készítenek elektromos autókat, amiket korlátozott számban értékesítenek. Ez a tendencia volt jellemző a 2000-es évekig, onnantól pedig a fokozódó környezetvédelmi törvénykezések és politikai érdekeltségek miatt az elektromos autó piaca fokozatosan nőni kezdett, ám napjainkra még így is alig érik el a világ forgalommal levő autók közül az 1%-os arányt. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz el fel a csatornára, kövess el minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági feladatén keresztül, illetve a szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!